akkor 17-ben elkezdtük ezt a darabot próbálni. Akkor ugye ez nagyon vékony ég, hogy egy ilyen régi, ám de híres és köznyelven forgó szereplőt hogy formál meg az ember. Mindig bele lehet kötni, mindig lehet azt mondani, hogy én ezt nem így képzelem, szerintem ez nem ilyen. És most egy másodszor csinálom, most találtam meg azt, hogy persze sokféleképpen el lehetne képzelni. Petőfit, Arany Jánost, Janos Pannonius, annyi féleképpen lehet játszani, hogy nagyon nagy szerencsének tartom, hogyha egy színész ilyenkor talál valami olyan kapaszkodót, persze, hogyha egy kicsit olvasgat, ami mentén el tud indulni, és ez a befelé forduló magának való létezés Arany Jánosnak, ez azért engem sokkal közelebb hozott így öregkoromra hozzá, mint ahogy az volt mondjuk 30 évvel ezelőtt.